A Catch the Spirit TV mostani adásából megismerhetünk egy játékost kicsit közelebbről, ő pedig nem más, mint az általam is, és az általatok is nagyon-nagyon szeretett Kluiber Katinén, azaz Keti! Mesélj nekem egy kicsit a kicsi Ketiről, milyen voltál kiskorodban? Túl buzgó voltam, mindig túl pörögtem mindent, és ezért is vagyok évvesztes, óvodába visszatartottak, mert nem tudtam egy helyen megülni. Aztán anyukám örült, mikor így a kézilabda edzésre elvittek, és akkor mondta az edző is, hogy mozgásnak is jó, és hát utána szerencsére mondta az edző, hogy lát is bennem valamit, és így maradtam is. És mikor derült ki, hogy ezt a komolyan fogod csinálni? 9-10 éves koromban már eldőlt, mert én közben épp táncoltam is mellette. Szóltak, hogy hát ez így a kettő egyszerre nem fog menni, úgyhogy választanom kell, és hát a kézilabdát választottam. Nehéz volt a döntés? Nem. A kézilabdát már akkor is jobban szerettem, hogy többen vagyunk, hogy együtt van a csapat, és tényleg, hogy nagyon lehet mozogni. Néptáncból maradt valami? Nem. Hogyha azt kérdezném, hogy ki az, akire a legjobban felnézel az életedben? Anyukám kézilabdás, és mellette könnyű búvár volt, apukám focizott, úgyhogy a szüleimre mindenképp, hogy ilyen lányt faragtak belőlem. Hogyha három szóban kéne jellemezni, akkor szerinted te milyen vagy? Mi a három legjellemzőbb tulajdonságod? Általában jó kedvem van, pozitív vagyok, és könnyen barátkozok, tehát egy tök nyitott vagyok. Megtudjuk, hogy Nick Kluiber Katrin kedvenc mindene. Kedvenc étel. Rakott kell káposzta. Kedvenc ital. Vizet iszom általában, vagy zéro kólát. Kedvenc film. A Kém. Kedvenc együttes zenekar. Ilyen nincs. Kedvenc évszak. Nyár. Kedvenc sorozat. Nem nézek sorozatot, ha utazunk, alszok. Kedvenc fagyi. Eper. Kedvenc napszak. Délután, mikor lehet programozni. Kedvenc állat. Kutya. Kedvenc szín. Fekete, fehér, de azt mondják sokan, hogy ez nem szín, és utána a kék. Ha a klubot nézem, zöld. Kedvenc tantárgy. Nem járok ma iskolába, de amúgy mindig a tesi volt, mert abban jó voltam. Kedvenc sport. Vigyázz, becsapós, nagyon jó. Mi az, amire mondjuk a legbüszkébb vagy magaddal kapcsolatban? 25 éves vagyok, és már a második olimpiára mehetek. Szerintem ez egy nagy dolog, és hát büszke vagyok, hogy a csapattal mehetek. Volt már ilyen nagyon jó élményed adott esetben szurkolóval, ami úgy megmaradt, és ami úgy még mindig benned van? Az egyik BL meccs után Érdem. Mondták, hogy nekem készültek valamivel a szurkolók. És ki akartam már menni a csarnokból, és mondták, hogy még várj, és egy tűzi játékot gyújtottak két oldal, ahol végig kellett mennem, és kaptam egy ajándékot tőlük. Ez nagyon megmaradt bennem, hogy tényleg ott voltak, akik így szurkolók, és éreztem nagyon a szeretetüket. Az egy nagyon nagy löketet ad nekünk, és természetesen nekem is. Mit vársz adott esetben magadtól, csapattól az olimpián és az EB-n? Mert ugye most két nagy esemény is lesz idén. Ha ilyen közeli célokról beszélünk, akkor nyilván szeretnénk a csoportba tovább jutni, tehát hogy ez így nem nagyon kérdés. Ha abból a debreceni selejtezőből indulunk ki, akkor azért elég szép a kilátás. Szeretném, hogyha most is így mennénk ki Párizsba az olimpiára, hogy mindenki a maxot fogja tudni hozni a mérkőzéseken. Hát és utána ugye majd decemberben lesz az EB. Nekünk ez a Debrecen úgy néz ki, hogy még jó a helyszín is, igen, úgyhogy eddig jól sült ki, és hát remélem, hogyha az olimpián jó élményekkel jövünk haza, és majd a kitűzött célokat elérjük, akkor ott meg már pedig sokkal motiváltabbak leszünk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ránk szántod az idődet, és hát nagyon sok sikert az olimpián is. Ti pedig tartsatok továbbra is velünk, és hangolódjunk együtt először az olimpiára, majd természetesen az EB-re.